Üdvözlök, ismételem. Mindenkit te hallhat a mai live stream. Mostan éppenséggel tesztem az Ops stúdiónak egyik verszóját, ami portable szalat fut. Hát, mi is történt, mi nem. Legfontosabb, hogy ma is nem tudtam ellenállni. Néztem Facebookot, egy pár YouTube videót. Mindenki tudja, hogy ilyen YouTube-féle videókból, amiket beajánl a rendszerük, automatikusan semmi haszon se nincsen. Tudom aztat. Le lehet szokni róla. Kb. Én már 3 hónapja vagy több már. Nem tudom, mióta nem néztem semmilyen filmet, se sorozatot, se játékstreamet. Mert tudom, mind-mind károsak az egészségre nézve. És itt van ez a YouTube. Ki fog derülni, hogy milyen, mit fog bedobni a keresőbe? Oda, mi trendi videókat. Ami eléggé sűrű szokott nézve lenni, az fogja bedobni a várni kell rajta. Ezt meg kell nézned. Látnod kell ezt, ez? Jegér van benne. Nagyon fontos. Többen is megnézték. Nyilvánvalóan a többit fogod követni. Azért követem a többit, mert a többi tudja, hogy mit kell jól tenni. Az újabb felfogások. Nem úgy, mint régebben a 18. században voltak, vagy 19. század elején. Nem mindig a legjobb a többséget követni. Ez a nagy különbség. Én szerintem a többi még le van jócskán fizetve. Hogy a hülyességüket tovább állítsák. És itt van. És örülni kell ennek, hogy látod egy egeret, hogy néz ki. Pont az érdekel, hogy a kutya be van rakva egy autóba. Nagyon fontos. Hol lehet ezt a... Csinálni ezt még... Én is tudok csinálni ilyesmit. Kalácsféleségek. Trendik, és ezt kell látnotok. Egyik legnagyobb hűtési forma. Ez kell nektek. Fontos egy gép szerkezetet látnotok, hogy mit csinál. Hogy van megnyírva a kis kutya, a papi kutya megnyírva. Ez annak a jele. Ezeket a videókat nézi, nagy valószínűsége gyenge az elméje. Én tudom azt, hogy annak gyenge. Akkor nem nézne olyan videókat, mint a többi. Az az egyén azt hiszi, hogy nézem, mint a többi, ugyanolyan okoz stresszek. De ki mondta, hogy a többi tud valamit? Főleg olyanok, akik folyton tévét néznek. Napi szinten éjszaka is néznek. Nem csak a gyermekre káros a tévé, hanem a felnőttekre is.
Nagyon sokan nem veszik észre, hogy mit művel velük. Olyan, s mi a maga tévé. Sokkal károsabb, mint a kokain, a heroin. Mert nem veszik észre hosszú távú hatásait. Megszokták azt, jó, de jó, nézik, és nem veszik észre az elváltozásokat. És ezért veszélyesebb, mint a kokain, a vízipipálás, meg egyéb más minden. Egyéb minden. Hogy nem veszik észre, hogy mennyire is káros a tévé. Szóval ilyen filmek, sorozatok, mit nem tudom, kit, mit néz. És másról nem tudnak beszélni. Nagyon sok helyen. Hát... Bolas. Mások videókról lesz szó. Itt is lehetne jókat tenni. Nem pedig nem folyton a virtuális világban való élet. Virtuálisan mindent megbírtak kapni, amit akartok. Az nem a valóság. Valósabban sokkal másabb a helyzet. És ezen el lehet gondolkodni. És a virtuális világ. Wikipedia oldal. Hiktetsz médiumként anti-upénzünk észé. Mit kezdik a történelme neki? Hát... Mit kezdik? Tehát... Ez volt a VR sisaknak az őse. Voltak ezek a kis képek, ami egy több felé néztél, három felé is megmozdult. Ez is már virtuálisnak számít. Már az 1800-as években, a 18. században. És mi mai napig szoktam látni olyan kis kártyákat. Hát, itt van. Virtuálisan mindent megbírtok kapni. Tehát én mit adtok cserébe? Mindennek van következménye, azt itt mindig elfelejtettek. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!